Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Kuruc Istvánék csarnokában, hiszen mögöttünk zajlik egy birkózó verseny, mi is ezt pontosan arról beszélgetünk. Itt mögöttünk elkezdődött a verseny, a köszöntőjében elmondta, hogy a város legjobb birkózóját keresik most. Akkor ez most egy iskolák közötti verseny? Igen, hát annyiba szeretném egy kicsit kiegészíteni, hogy nem a legjobb birkózóját. Legügyesebb és legerősebb karcagi diákot keressük, amiből szeretnénk, ha majd birkozó lenne. Itt, ha valaki végignézte ezt a bemelegítést, az utolsó 5 perc volt a birkozáshoz, az többi az kemény fizikai munka, úgyhogy jött ez az ötlet, hogy keressük, ez egy kicsit toborzási szándékkal, hisz olyan tradíciók vannak, olyan múlt van, amit én úgy gondolom, hogy tovább kell fejlesztenünk, és ez nem csak a mi, hanem elsősorban a gyerekeknek fogja majd az érdekét szolgálni, hisz mint ahogy a megnyitóban is elmondtam, ebbe a felgyorsult mai világba, ahol a számítógép, az internet, a mobiltelefon, az okostelefon, különböző PlayStation játékok az elsők, én úgy gondolom, hogy feltétlenül nagyon nagy szükség van arra is, de ez mellé párosulni kell annak, hogy a gyerekek fizikálisan is toppon tudjanak lenni. Akkor itt most ez egy ilyen sport megszerettetése is egyben. Itt azért példaként mutathatjuk az unokát, aki itt van az ön kezében, karjaiban. Viszont őt már azért láttuk birkozni is, tehát azért az utánpótlás a családban az adott, de itt gondolom, hogy lesznek olyanok, akik most szeretik meg a birkózást, és ez a célja a mai napnak. A mai napnak az a célja, hisz ha végignézi valaki majd ezt a versenyt, ugye itt lesz kötélhúzás, lesz fekvőtámasz, lesz gondbirkozás is, aminek végeredményben a neve az, hogy birkozás, de ez annyira az alapja még neki, hogy ehhez végeredményben tényleg nem kell, hogy úgy mondjam idézőjelbe szakmai tudás, tehát birkozó tudás, az nélkül is lehet művelni, ez viszont arra itt garantált az edző mindenki, hogy ez viszont tovább legyen fejlesztve is, és tényleg olyan gyerekek kerüljenek ki, akire nem csak a város, hanem bízom benne, hogy majd, mint ahogy az elődök is bebizonyítják, az ország is büszke lehet. És azért szóljunk azokról, akik innen tovább jutottak, és különböző szakosztályokban, sőt versenyeken is szépen szerepelnek. Itt elhangzott egy adat, ha jól emlékszem, 21 főt mondott, akik innen kerültek el különböző nagy csapatokhoz. Hát igen, az... Mióta én foglalkozom Karcagon a birkozással, azóta 21 fő került el magasabb szakosztályba, főleg a budapesti Vasashoz, és ebből a 21 főből 20 le technikusi minősítőzött, 21 leérettségizett, és ma 80 vagy egyetemet, vagy főiskolát végeztek, vagy éppenséggel még végzik, és én úgy gondolom, hogy az eszmény kell, hogy első a tanulás, második a tanulás, harmadik a tanulás, a negyedik pedig lenne az, hogy a szabadidőt úgy használjuk, hogy a legtöbb jusson belőle a sportra, ezzel mi ezt be is bizonyítottuk. Itt azt hiszem, hogy sok lány van, nem tudom, hogy egyébként mennyien fognak majd itt ragadni és jönnek birkózó edzésre, de most itt mindenki nagyon lelkes. Én is úgy látom, és nagyon örülök neki, és még az, hogy a gyerekek lelkesek, én annak örülök még nagyon, hogy maga az iskola is nagyon lelkes volt, amikor fölvetettük ezt, úgyhogy minden igazgató és minden testnevelő tanár nagyon lelkesen vette ezt a kezdeményezést, és lányok járnak jelen pillanatban is, sőt, ebbe az évben magyar bajnokunk lett, leányzóból. Ezen kívül lettek még magyar bajnoki helyezettek is, és még egy, bár lehet, hogy ezt nem kéne mondani, de mégis mondom. És megint abból indulok ki, hogy a mai világban én úgy gondolom, hogyha egy lány nem is lesz élversenyző és élsportoló, de az de sport ad neki egy magabiztosságot, hogy egy bizonyos kétes szituba azért föltalálja magát, és ne lepődjön meg egyből, mert sajnos ma erre szükség van. És aki ide lejön, az én biztos vagyok benne, hogy tényleg nem fog megijedni a saját árnyékától, és Isten ments azzal a fiúval, aki egy ilyen lánya, aki kezd. Reméljük, hogy erre nem kerül szó. Viszont azért térjünk egy picit vissza a versenyre, hiszen ennek van egy tétje is az iskolák között. Igen, ennek van egy tétje, hisz végeredményben regisztráltuk az iskolákat, csapatok álltak fel, és
ebből a több versenyszámból egy végső sorrend lesz kialakítva, és akik ezt megnyerik, annak a felkészítője az első helyezetté 30 ezer forintot, a második helyezetté 20 ezer forintot, a harmadik 10, a negyedik pedig nem 5 ezer forint nettó összeget fog kapni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit ilyen inspiráló, és még egy, én nekem szent meggyőződésem, hogy ma minden területen, minden munkát a eredménytől függően meg kell fizetni. És ebbe tartozik ez is. Jó versenyzést kívánunk, és reméljük, hogy lesz még sok hasonló. Hát bízom benne, és bízom abban is, hogyha egy év múlva találkozunk, akkor már arról is beszámolhatunk, hogy ezek közül, akik itt maradtak, milyen eredményeket tudtak elérni országos szinten, mert azt is hozzáteszem, hogy mi az eredményeket, tehát csak azokat jegyezzük, akik országos szinten eredményeket érnek el. Most ezt úgy kell érteni, hogy azokat jegyezzük, természetesen értékeljük a többit is, de végeredményben az az igazi mérföldkő, az az igazi eredmény, ha már országos szinten a Fradival, a Vasassal, a Újpesti Dózsával is fölvesszük a versenyt, és ennek már vannak nagyon jó jelei, hisz ha valaki olvasta az újságot, 3 héttel ezelőtt a Budapesti Vasas például csapatbajnokságon megvertük, amire Hegedűs Csabának az volt a válasza, hogy szégyen és gyalázat, nem karcagra nézve. Akkor ez egyben elismerés is volt. Akkor én azt kívánom, hogy itt mindenki érezze jól magát, és balesetmentes legyen ez a mai nap. Köszönjük szépen, bízom benne, hogy ez úgy is lesz, és nagyon szépen köszönöm a televíziónak is, hogy megjelent, figyelemmel kíséri, és én csak azt kérem, hogy egy jó pár szó játsszák már le. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Dobos László polgármester úr is egy pillanatra elhívtuk, hiszen ön is nézi a gyermekek vetélkedését. A köszöntőjében nagyon pozitívan szólt erről a kezdeményezésről. Végtelenül örülök ennek valóban, hiszen Karcagon a birkózó sport hosszú évtizedes hagyományokra tekintett vissza, és hát ha utánpótlásról mindenképpen gondoskodni kell, és ez egy remek lehetőség arra, hogy a tehetségeket, a jövő bajnokait itt kiválasszák, meg egyáltalán arra is, hogy kedvet csináljanak a sporthoz, ez a nagyon-nagyon szép, ősi küzdősporthoz. Nem tudom, hogy ön gyerekkorában biztos voltak ilyen egymás közötti birkózások, de birkózott-e sportszerűen? A természetes, hiszen minden fiúgyermek valahol meg kell, hogy próbálja az erejét, birkóztunk, ahol csak lehetett, de versenyszerűen nem. Engem a labda vonzott mindig, és elsősorban a csapatsportágak, de a birkózás ugyanolyan értékes és szép sport, mint bármelyik másik. Kinek ehhez, kinek ahhoz van affinitása. Itt most láttunk azért lányokat, fiúkat, tehát az előbb Kurusz István mondta, hogy remélj, hogy azért a sok lány közül lesz olyan, aki végül ezt a szép sportágat fogja választani, de mindenképpen fontos az, hogy az iskolákban is van lehetőség, hiszen sportkörök meg mindenféle szakkörű keretek között sportolhatnak a gyerekek. Hát ez egy nagy újdonság, nem most kezdődött természetesen, hanem már évekkel korábban, hogy a női birkózás is bekerült a listára. Először én magam is egy kicsit furcsálkodva tekintettem erre a dologra, de elfogadottá vált, ugyanúgy, mint ahogy más küzdősportokban is szerepelnek már a hölgyek, akár ökölvívás, akár a judót nézik, és lehetne sorolni más küzdősportokat is. Igen, hát meg kell barátkozni ezzel a gondolattal, és ők legalább olyan nagy szorgalommal, tehetséggel, ügyességgel szerepelnek a különböző versenyeken. Úgyhogy ez nem csak a férfiak privilégiuma, a hölgyek is meg tudják méretetni magukat, és hát ezt is nyilvánvalóan, illetve nekik is fiatalkorban kell elkezdeni az edzéseket, a versenyzést ahhoz, hogy felnőtt korukra sikeres versenyzővé, sportolóvá válhassanak. A karcagi birkózó szakosztálynak már vannak sikeres lány birkózói, reméljük, hogy most is lesznek, akik itt vannak, és megszeretik ezt a sportot. Hát nagyon remélem, és még egyszer azt kell mondjam, hogy a Kuruc családtól egy csodálatos dolog, hogy erre szívüket, lelküket rátették, hiszen tudjuk, hogy a
a Kuruc családban mindig híres versenyzők voltak, éltek, haltak ezért a sportért, és hát a város életét színesítik ezzel a birkózó sporttal. Örülök, hogy vannak, és örülök, hogy ennyire gardírozzák továbbra is a fiatalokat, a kevésbé fiatalokat egészen a felnőtt korrá válásig, amikor tudjuk nagyon jól, hogy már ha nem is Karcagon, de budapesti egyesületekben tudják folytatni a munkájukat. De az alapok itt kezdődnek, és ez az ő érdemük, ez elvitathatatlan. Gondolom, hogy az alapok a legfontosabbak. Én azt kívánom, hogy érezze itt jól magát, hiszen a verseny tovább folytatódik. Köszönöm szépen, hát a hangulat az frenetikus, néha alig hallom a kérdéseket, a zsivaj lárma az óriási, de hát ezek a gyerekek, ezek a fiatalok tele vannak energiával, és hát itt a birkózóteremben vagy az edzőtermekben kell ezt lekötni, akkor az igazi és akkor értékes ez a dolog. És hát azt hiszem záró mondatként az is nagyon fontos, hogy itt vannak a szülők, tehát szurkolnak, vannak itt nagyszülők is, szülők is, testvérek, akik jöttek és szurkolnak a gyermeküknek, testvérüknek. Hát még az, hogy szurkolnak, de hát azt is tudjuk nagyon jól, hogy egy eredmény az nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze, nagyon sok embernek a munkája, edző, maga a versenyző kell ehhez, de kell a családi támogatás, mint mindenhez természetesen. Úgyhogy örülök, hogy itt vannak, de ugyanúgy ott vannak a szülők a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgó mérkőzéseken, edzéseken, ez így van rendjén. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Gazsó Imrével beszélgetünk, akit Kuruc István példaként állított most ide a fiatal sportolók elé, hiszen pár évig te itt sportoltál, utána pedig Budapesten folytattad a pályafutásodat, sőt edzősködtél is, és most nekünk azt mondta Kuruc Pista, hogy annak köszönhetően, hogy te itt birkoztál, kaptál egy munkát is. Ezt mindjárt kifejtjük egy kicsit bővebben, de először térjünk vissza a te birkozó pályafutásodra. Hány évig sportoltál itt Karcagon? Hát itt Karcagon 7 évig sportoltam, általános iskolás koromban. Középiskolát már Budapesten kezdtem el a budapesti Vasasnál. Majd a technikusi végzettségem után hazakerültem, 5 évig segítettem edzőként, és utána, amikor jöttek igazán ezek a munkák, akkor külföldön egy évig még a Holland Ligában is sikerült birkozni. Mi volt a legnagyobb eredményed, vagy a legfényesebben csillogó eredmény? Egyénibe magyar bajnoki második helyezett, többszörös magyar bajnoki helyezett, csapatban magyar bajnok, és ami a legfontosabb azért a Holland Liga. A tanítványaid közül kire vagy a legbüszkébb? Vannak most itt még esetleg ők, vagy már inkább csak a szülők? Hát itt már nem nagyon van az én csapatomból senki, de jelen pillanatban is vannak nagyon-nagyon tehetséges és igazán jó birkozó gyerekek. Téged mi tartott a szőnyeg mellett, hiszen azért itt elhangzott, hogy a számítógép az nagyon csábító, a te idődben azért még ennyire nem volt elterjedve, gondolom, de mi tartott a szőnyeg mellett a sport szeretetén túl? A közösség. Ez nem csak magába egy sportág, nem csak magába egy helység, ahova sportolni járnak, ezt lehet úgy fogalmazni, hogy itt barátokra tettünk szert, sőt, inkább azt mondom, hogy egy nagy család voltunk. És nem volt elég az, hogy minden héten itt töltöttünk pár napot együtt, több óra hosszában, de az egész nyarat együtt töltöttük, mert bejártuk, majdnem azt mondhatom, hogy az egész országot edzőtáborok által. Tehát akkor végülis a Kuruc család volt ennek az egésznek a motorja. Így van, és együtt töltöttük a szabadidőnket, együtt töltöttük a pihenőidőnket, mindent együtt csináltunk. Hát nem mondtátok meg egymás társaságán. Hiányzik egyébként egy kicsit a birkózás, vagy ilyenkor jól nosztalgiázni? Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon hiányzik, és amikor időmengedés itthon vagyok, akkor általában itt szoktam lenni velük. Na, akkor beszéljünk egy picit erről a munkáról. Mi is ez a munka pontosan? Cégnevét azt nem nagyon tudjuk elmondani, de miről van szó, milyen munkáról? Hát megmondom őszintén, miután úgy alakult az életem, sikerült külföldi munkára szert tennem. Legelőször kalandvágyból mentem ki, és utána jött az összes többi. És annyira sikerült felépíteni az egészet, hogy jelen pillanatban 6 házelemgyárnak vagyok a vezetője Németországba, de hozzáteszem, bejártam Európát, Szlovákiától kezdve Ausztrián át, Finnország, Írország, mondhatom azt, hogy Európát bedolgoztam, és azt, hogy ilyen szinten tudtam a lépcsőről lépcsőre egyre följebb haladni, ezt csak a sportnak köszönhetem. Itt megkaptuk azt, kitartóak lettünk, céltudatosak lettünk, és mindig ez lebegett a szemem előtt. Amikor már el voltam keseredve, hogy haza akarok jönni, már pedig én itthon akarok lenni, akkor mindig az volt, hogy
én a dobogó legfelső fokán szerettem állni, és mindig elértem a célomat. Itt mondta egyébként Kurusz Pista, hogy azért egy nagy céghez nem egyszerű bejutni, de ilyen informálódás is biztos, hogy volt, tehát azért utána néznek annak, akit vezetőnek tesznek ki, főleg, hogyha magyarként megy ki egy német céghez. Ebből te valamit éreztél? Igen, sőt, jelen pillanatban is már külföldi cégeknél benne van a felvételi elbeszélgetésben, sőt, úgy hirdetik meg az állásokat, hogy kimondottan kérik a sportolást, vagy exportolókat. Sokkal nagyobb kitartó képességük van, sokkal nagyobb ellenálló képességük, és sokkal jobban terhelhetők, mint egy átlag ember. És akkor mi a cél? Tehát ott azon belül, a cégen belül mi a következő lépcsőfok, amit kitűztél magadnak? Én úgy érzem, hogy most elértem mindent, amit el lehetett. Németország legnagyobb beruházójával tárgyaltam. Most már a következő cél hazajönni. Reméljük, hogy azért minél hamarabb erről is beszélhetünk. Addig itt jó szurkolás neked. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Sándorral beszélgetünk, akit mint egykori birkozó sportolót szeretnénk most egy picit faggatni a birkozó múltjáról, hiszen beszéltünk már többször erről, de itt most egy nagyon jó kis kezdeményezés van. Itt a gyermekeivel érkezett ön is, fontosnak tartja, hogy őket is elhozza ide? Igen, úgyhogy az én birkozó múltamról már sokat nem lehet beszélni. Nekem a nagyfiam már egy éve jár ide a birkozóterembe birkózni. Én látom ennek az előnyét, hiszen nagyon sokat erősödött, ügyesedett, fegyelmet tanult, és hát úgy döntöttünk egy hónapja, hogy a két legkisebbet is elhozzuk egy kis mozgásra, egy kis rendszeres testedzésre. Én azt gondolom, hogy minden gyereknek nagyon jót tesz bármely sport. Ez a birkózás, a mozgáskoordináció az összes izmot, az ügyességet erősíti. Én azt gondolom, már eleve jó az, hogyha egy gyermek sportol, ha birkózik, akkor meg kifejezetten ügyesedik. Itt az előbb szembesítettem a megnyitóban Kurucz Pista egyetlen egy mondatával, és rögtön tiltakozott, hiszen ő azt mondta, hogy 6 évig birkozott, és lehet, hogy önre megint ráférne, mert egy picit a mérleg nem annyit mutat, mint amennyit Pista szeretne önnek. Ezt ön rögtön cáfolta. Igen, a 6 évet nem cáfolom, több mint 6 évig birkóztam itt Karcagon. Kurucz István edzőm volt, én nagyon jó emlékeim vannak itt a birkozó csapattagokról, az edzésekről, a versenyekről, az edzőtáborokról, és úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy 100 kiló vagyok, nem, szerencsére a nyáron és az ősszel, úgyhogy ment le, vagy 5-6 kiló, tehát most már jóval alatta vagyok. Tehát gondolom, hogy ezt biztosan arra szánta, hogy azért most is kéne egy kicsit sportolni, és a gyermekeit, hogyha hozza, akkor mondom, önt is szívesen látná a szőnyegen. Igen, úgyhogy sajnos nagyon kevés idő van arra, hogy sportoljak, de igyekszem minden lehetőséget megragadni arra ebben a kicsi idő ellenére is, és igyekszek sportolni. Ugyan nem itt a szőnyegen, nem a gyerekekkel, de otthon, amikor már a fiúk alszanak, én akkor szoktam, vagy kora reggel, amikor még nem ébredtek fel, akkor megyek akár futni, akár más edzésformát is választani. Én azt kívánom akkor, hogy a szőnyeg széne, mint apuka szurkolhasson a 3 gyermekének, és ők is legalább 6-6 évet birkózzanak itt Kurucz Pistájék mellett. Köszönöm szépen, látom nagy a hangulat, és tényleg hát a gyerekek is jól érzik magukat, és szerintem ez a lényeg. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.